Az elmúlt évek egyik nagy orvostudományi felfedezése a D-vitamin emberi szervezetben betöltött kiemelkedően fontos szerepéről, valamint arról szól, hogy mennyire gyakori a D-vitamin hiány előfordulása. Tényleg szinte mindenkinek szüksége van D-vitamin pótlásra? Valóban napjaink leggyakoribb vitamin hiánya a D-vitamin hiány. Egy egészséges felnőtt embernek naponta körülbelül 4000 nemzetközi egység D-vitaminra lenne szüksége. Ehhez képest az átlag táplálékunk mintegy 100-200 nemzetközi egységet juttat a szervezetbe mindösszesen. Emellett persze a napsugár UV sugarainak hatására a bőrben is szintetizálódik D-vitamin, ami aztán a májban, vesében aktiválódik aktív D-hormonná, tehát az igazi és értékes D-vitaminná. Ezzel azonban az a probléma, hogy nyáron körülbelül 11 és délután 3 óra között 15 percet kellene legalább a szabad levegőn töltenünk és napozgatnunk, úgyhogy a testünk bőrfelületének legalább 15%-át érje a nap. Na most pont ez az az időintervallum, amikor egyrészt nem szeretnénk kimenni a napra, mert félünk a nap károsító hatásaitól is, másrészt meg azért lássuk be a nyaralást leszámítva, dolgozunk legritkább esetben a szabad levegőn, tehát sokan irodába, üzletekbe, úgyhogy ez a nyári D-vitamin szintézis sem szokott elegendő lenni. Éppen ezért nyár végére a lakosságnak körülbelül a fele D-vitamin hiányos, ami azért elég megdöbbentő adat, mert azért nyáron csak többet járunk elünk a napon. Tél végére ez a szám ez tovább romlik, és a lakosságnak körülbelül 70%-a lesz D-vitamin hiányos. Egy konkrét gyakorlati példa, ami az utóbbi időben számomra a legnagyobb meglepetést okozta, a fiam teniszedzője, aki ugye egész nyáron a szabad levegőn van, a napon van, rövid ujjú polóban, rövid nadrágban tartja az edzést, ment el július végén vérvizsgálatra, és a D-vitamin szintjét is szerencsére a kérésére meghatározták. Meglepő volt számomra, hogy ennek az edzőnek nem érte el a D-vitamin ellátottsága a normál tartomány alsó határát. Hát egy szabad levegőn dolgozó, egész nyáron napsugárzással érintkező embernek jutott volna eszembe utoljára D-vitamin pótlást ajánlani, márpedig ezek szerint ebben az esetben is szükséges. Úgyhogy a D-vitamin hiány a sajnos sokkal többeket érint, mint ahogy gondolnánk, és annyira szerteágazó a D-vitamin egészségre gyakorolt hatása, hogy hangsúlyt kell fektetni ennek a pótlására mindannyiunknak.